Köszöntöm Önöket egy újabb napszemle kezdetén. Már is jövünk a részletekkel, előtte mutatjuk a tartalmat. A gyilkostól üdülő telepen végzett munkálatok után a városban kátyúznak. Bemutató előadásra készülnek a Csalamádé tábor diákjai. A darabot szerdán adják elő első alkalommal a nagy közönségnek. Bemutatták az István a király székelyföldi nagyprodukciót Sepsiszentgyörgyön. A gyilkostó üdülőtelepen végzett kátyúzási munkálatok után Gyergyószentmiklóson a gyilkostó sugárúton dolgoznak a munkagépek. A tervek szerint még ezen a héten betömik a gödröket. Akadozott a forgalom kedden reggel a város központi részén, ugyanis több munkagép látott neki a gyilkostó sugárút alsó szakaszán található gödrök kimarásának. Jelenleg a városban most elkezdtük a város területén belül a kátyúzásokat. Előbb a marás, utána majd az aszfaltozás következik, úgyhogy most a város területén ez folytatódik. Mert tekintettel, hogy a múlt héten befejeztük a gyilkostót, a gyilkostónál egy olyan 100 tonna körüli aszfaltot dolgoztunk föl, ez most négyzetméterben teljesen nem tudom kifejezni, mert mi nem érődött fel a pontos négyzetméter, de jövő héten arról is már tudunk tájékoztatni, hogy pontosan négyzetméterben ez mit jelent. Ma reggel nekifogtunk a gyilkostói útnak, ez egészen első terv, úgy van, fölmegyünk a város végig, visszafordulunk, és akkor így mind a két oldala ki lesz kátyúzva, de viszont, hogy ne maradjanak gödrök a hétvégére, a jelenlegi tervünk az az, hogy ma, holnap kátyúzunk, csütörtök pénteken aszfaltozunk. Majd hétfőn ismét fogjuk folytatni. Az alpolgármester elmondta, a munkálatok ideje alatt útlezárásokra, elterelésekre kell számítani. Az autósoktól türelmet és megértést kérnek. Ismét lehetőség lesz beadatni a koronavírus elleni Pfizer védőoltást Ditróban augusztus 25-én, szerdán 9 és 17 óra között a Szent Katalin egészségházban. Iratkozni, illetve bővebb információkat kérni a képernyőn látható telefonszámon lehet naponta 9 és 16 óra között. Lassan végéhez közeledik a Csalamádé színjátszó tábor idei kiadása, melynek célja a diákok színház általi nevelése volt. A tábor alatt megszületett egy előadás, és augusztus 25-én lehetőségük lesz a nézőknek elutazni az Operencián túra. Végéhez közeledik az idei Csalamádé tábor, a diákok túl vannak az összerázón, amit Csíkcsaracsóban töltöttek. Ez az előadás ötlete már megszületett nyilván a tábor előtt, és erre kerestünk egy dramaturgot, ő Gáspor Adrien, aki megírt egy alapszöveget, és akkor ez a szöveg úgy alakult ki, hogy közben a tábor ideje alatt alakítgattuk, írtunk bele jeleneteket, vettünk ki belőle jeleneteket. Tehát amikor Gyergyóba érkeztünk, akkor már alapvetően volt egy kész szövegünk, ami azt gondolom, hogy ebben a helyzetben egészen luxusnak számít, mivel hogy mindig az utolsó pár napban van időnk próbálni, addig mindig egy ilyen szövegvázlatokkal dolgozunk meg hasonlók az ezelőtti táborokban, tehát ez tapasztalható. Most idén egy sokkal luxusabb helyzet alakult ki ugye abból, hogy már megvolt a szövegünk, amikor Gyergyóba kerültünk. A táborozók visszatértek a Gyergyószentmiklósi Művelődési Házba, és az elmúlt hetekben az előadáson dolgoztak. Nagyon eltelt az első hét, nagyon hamar eltelt. Észre sem vettük, hogy nem is tudtuk, hogy mikor, milyen nap van, teljesen összefolyódott az egész hét. És pont tegnap jöttem rá, hogy jaj, pont egy hete jöttünk haza, és azóta már összeállt az előadás úgy, ahogy nagyjából. Úgyhogy szerintem a próba folyamat is nagyon operatívan telt el. Szerintem, vagy nem tudom, hogy csak belejöttünk, vagy tényleg, hogy erős a csapat. Én előző évben úgy emlékszek, hogy többet szenvedtünk, vagy hogy nehezebb volt. A mesés történet a Bolondok, mint Bolondok címet kapta, ahol egy királyfi elindul a világba, és különböző globális problémákkal találkozik. A végén rájön, hogy sehol sem jobb, mint otthon. Az előadás létrejöttén sokan dolgoztak.
Számomra nagyon örömteli, tehát az, hogy ma a Csalamádé tábor hívószavára rengetegen mozdulnak meg. Így született meg egy zenészekből álló csoport, aki elkészítette az előadáshoz a zenét. Ilyenek közöttük Elekes Péter, Benedek Balázs, Magyari Sáska Attila és Korpos Szabolcs is, akit nyilván nagyon sok gyergyói ismer. Tehát ők azok, akik megírták ennek az előadásnak a zenét. Bár eredetileg mi élő zenét szerettünk volna az előadásban, sajnos ez nem volt kivitelezhető, ezért ők megírták ezt a zenét és fölvették nekünk. Gál Kristóf volt az, aki kimaszterelte, kikeverte nekünk ezt a zenét előadás készé. Tehát, hogy a zenei blokkot ez a csapat képviselte, ennek mi nagyon örülünk, hogy ők készségesen 8 nappá téve dolgoztak otthon egy kis stúdióba, és fölvették zenéket nekünk. Az előadás dramaturgja Gáspár Adrien, a díszletkészítő Domokos Orsolya, ezen kívül pedig a technikai részben is akadtak segítőkezek a korábbi táborok résztvevői által. A bemutató darabot augusztus 25-én, szerdán este 7 órakor láthatja a nagyközönség Gyergyószentmiklóson, illetve több településen is látható lesz. A belépés díjtalan, viszont a helyfoglalás érdekében regisztráció szükséges a képernyőn látható telefonszámon, illetve a Csalamádé Facebook oldalán üzenetben. Az esemény az érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával zajlik. Kutya kiállításra kerül sor a székelyföldi lovas ünnep keretében szeptember 4-én szombaton reggel 8 órától a Gyergyószentmiklósi lovaspályán. Várják a kutya szerető gazdák jelentkezését fajtiszta kedvencükkel. Benevezni a képernyőn látható telefonszámon lehet munkanapokon 9 és 16 óra között, vagy a székelyföldi lovas ünnep Facebook oldalán. A jelentkezés augusztus 27-én pénteken 16 órakor lezárul. Helyszíni nevezést nem fogadnak el a szervezők. Szent István napján mutatták be a Sepsiszentgyörgyi arénában az István a király székelyföldi nagyprodukciót. Az előadást Orzák Kalin rendezte, aki a 2003-as Csíksomlyói István a király szabadtéri produkciónak is rendező asszisztense és társkoreográfusa volt. Fejedelmi volt, nincsenek szavak, csodálatos előadás volt, köszönjük! Ilyen és ehhez hasonló kifejezésekkel méltatta a közösségi oldalon az István a király székelyföldi nagyprodukciót a közönség. A Szörényi Levente Bródi János szerzőpáros alkotását óriási érdeklődés övezte, a környező megyékből és a külföldről hazalátogatók is eljöttek a bemutatóra. A rockoperát kizárólag élőben és kizárólag erdélyi előadókkal vitték színre. Őszintén, amikor megfogalmazódott az ötlet, akkor a minőség igény az ez volt, a méret az nem. Tehát az idővel nőtte ki magát, akkorára, hogy itt a vége felé már több mint 350 ember dolgozott a projekten, ahhoz, hogy az, amit kiteszünk színpad elé, vagy színpadra teszünk, az tökéletes legyen. A produkció magas szintű énekesi, színészi és táncos kvalitásukat igazolt, az előadás ugyanakkor fantasztikus látvány és jelmezkavalkáddal örvendeztette meg a közönséget. A stáb napi 12 órát dolgozott azért, hogy sikerre vigye a 40 évvel ezelőtt született darabot, mely sem üzenetében, sem mondani valójában, sem pedig erkölcsi értékrendjében nem avult el. Elkezdtük januárban a felkészülést, januártól egész idáig nem is tudtuk, hogy esetleg így fog tudni kinézni maga a produkció. Összefolynak már az események, már meg se tudom határozni, mi melyik workshopon történt, vagy éppen mikor költöztünk be ide az arénába, már egy örökkévalóságnak tűnik, de nem azért, mert rossz, hanem azért, mert annyira jó, és valahol érezzük azt, hogy egy világ be lett zsugorítva egy arénába és egy közösségbe. Farkas Lorend, sepsiszentgyörgyi származású kolozsvári színész, Istvánt alakítja, a szereplő közül az övé az egyik legjobban kidolgozott karakter, így énekesként és színészként is teljes embert kíván. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak nagy kő esett le a szívéről, látva a ma esti reakciókat és érezve a nézősereg energiáját.
Hát azt hiszem, hogy nincsenek szavak, hogy mit érez át ilyenkor egy színész, egy énekes. A székelyföldi nagyprodukciót a pillanatnyilag tervezett 5 előadáson túl is éltetni szeretnék, és megfogalmazódott, hogy igény esetén más helyszínekre is elviszik. A Magyar Államalapítás ünnepén pedig jövőre ismét bemutatják Sepsiszentgyörgyön. Szerda reggeltől csütörtök reggelig érvényes sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható zivatarok és nagy mennyiségű eső miatt. Az előrejelzések szerint Erdélyben, Moldvában, helyenként a bánságban, Olténiában, Munténiában és a hegyekben szerda 10 órától csütörtök 10 óráig záporokra, felhőszakadásra, megerősödő szélre, helyenként jégesőre is számítani lehet. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja 25-40 litert négyzetméterenként. Sport. Jól sikerült az első alkalommal megszervezett offroad fesztivál Parajd községben. Mintegy 1000-en fordultak meg az egynapos rendezvényen. Augusztus 3. szombatján került megszervezésre az első alkalommal lebonyolított offroad fesztivál Parajd községben. A Sóvidéki Offroaders Egyesület által megszervezett esemény igen jól sikerült. Mintegy 1000-en vettek részt a pálya bemutatóval cross, quad, ATV és jeep versennyel összekötött találkozón. A szervezők értékelése szerint a napfénypontja mindenképp a sárdagonya volt. Érdeklődő nagyon sok volt Borszéktó, Besztérce, Nagyvállalat környéke, Falgaslakó itt a környezet, Sóvidékről, tehát nagyon sokan felhívtak, majd fognak érkezni. Most várják ellen pillanatban az érkezésüket. Mekkora a szervezőcsapat? Szervezőcsapat ellen pillanatban 31 személyből állunk, akik az egyesületben benne vannak, és ezen kívül van, nagyon sok segítségünk van, aki nincs mind egyesületi tag, de viszont segítői itt vannak ők is. Ugye már mondtam, hogy egy pálya van elméletileg, de viszont az el van osztva három fele, tehát a crossmotorosok azok nehezebb pályán fognak menni, mert ők gyorsabbak, meg gyorsabbak tudnak menni. A jippeseknek pedig lesz dagonya is, amin át kell majd menjenek, ha nem megy bele a dagonyába, akkor kap büntetés, időt fog kapni, másodperceket, és a quadnak is ugyanaz, mint a jeepnek, viszont ő is bele kell menjen a sárba. Összesen 4 kategóriában lehetett jelentkezni a szombati versenyekre, bár egy pálya volt, külön szakaszokat biztosítottak a crossmotorosok, a quadosok, az ATV-sek és a jeepesek számára. A motorosok közül Hegyi Ákos bizonyult a leggyorsabbnak, ő mindössze 4 perc 29 másodperc alatt teljesítette a nem folytonos pályát. A kvadosoknál Dósa Péter, az ATV-seknél Molnos Domokos, a jeepeseknél pedig Szabó István állt fel a dobogó legfelső fokára, utóbbi 4 perc 32 másodperccel szerezte meg az első helyet. Barabás Ágoston Andrea az egyesület egyedüli női tagjaként büszke arra, hogy a fiúk bevették a csapatba. Nagyon szeretem az egésznek a hangulatát, úgyhogy én örülök, hogy része lehetek ennek az egésznek. Igazából úgy gondolom, hogy aki nem tapasztalja meg azt, hogy mit tud nyújtani ez a sport, meg ennek az egésznek a szférája, az így nem más szemmel látja. Te mióta nézed ezt a sportot? Hát én nagyon kis amatőr vagyok egyébként. 3-4 hónapja. Kétkerekű vagy négykerekű? Kétkerék. Nekem mondjuk volt a kétkerék, én nem tudom, nekem az mindig is szimpatikus volt. Tudom, hogy ezt lehet kifogásolni, de úgy vagyok vele, hogy az autónak 4 kereke van B kategóriás jogosítványom, úgyhogy valahogy ebben több izgalmat láttam. Ma milyen szerepet vállaltál? Ma a regisztrációban segítek be. Jótékonysági jellege is volt a fesztiválnak, ugyanis a szervezők regisztrációs díj helyett adományokat gyűjtöttek a szovátai, illetve a felsősófalvi gyermekotthonok megsegítése végett. A nap végén mintegy 4600 leszámoltak össze a szervezők, ebből tűzifát szeretnének vásárolni az említett központoknak. Ezeket a napokban el is juttatják a Maros és Hargita megyei településekre. Thank you.
kiemelt híreink még egyszer egy-egy mondatban. A gyilkostól üdülő telepen végzett munkálatok után a városban kátyúznak. Bemutató előadásra készülnek a Csalamádé tábor diákjai. A darabot szerdán adják elő első alkalommal a nagyközönségnek. Bemutatták az István a király székelyföldi nagyprodukciót Sepsiszentgyörgyön. Műsorunk fitpercekkel, majd azt követően a Főnix konyhával folytatódik, ha tehetik, tartsanak velünk, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.